Üdvözlök mindenkit, jó szórakozást kívánok! Napi első vicc. Az 5 éves kislányt megkérdezi a mamája, mit szeretne kapni karácsonyra. Fogamzásgátló tablettát? Hát de minek az neked? Már van 4 babám, és nem szeretnék még egyet? A sárkány elrabolja a királylányt. A királyfi persze rögtön elindul, hogy kiszabadítsa, útközben azonban rádöbben, hogy a sárkány azért mégiscsak egy rohadt nagy erős tűzokádó vadállat. Ő meg csak egy kis nyüzüge, aki a sárkány egy legyintésétől meghal. Így hát elmegy Jackie Chanhez, és 2 év alatt kemény munkával megtanul profin kungfuzni. Aztán elmegy Schwarzeneggerhez, és újabb 2 év alatt alaposan kigyúrja magát. Végül pedig beiratkozik Rambóhoz, egy 3 éves hős továbbképzésre. Ezek után már elég önbizalma lesz, elmegy a sárkány barlangjához, és bekiabál. Hé, sárkány, gyere ki! Mi kéne? Add ki a királylányt, vagy nagyon megjárod! Bánom is én! Vigyed innét ezt a hisztis picsát, ha annyira kell! Egy koldus az aluljáróban. Uram, ön vesztette el a pénztárcáját? Nagyon kedves, de nem én voltam. Az enyém itt van a zsebemben. Nagyszerű, akkor meg tudna szállni pár forinttal? Két részeg csöves veszekszik a hajléktalan szálló egyik szobájában. Ha még egyszer az oknémmal vered be a szöget a falba, akkor ketté töröm a takaródat. Felépítenek egy házat, ami még aznap összedől. Azonnal értekezlet lesz, összehívják a homokot, a meszet és a cementet, hogy kiderítsék, hogy miért dőlt össze a ház. Elsőként megkérdezik a homokot, hogy történt ez az egész, és mire emlékszik. Hát engem belekevertek az egészbe. Utána megkérdezik a meszet. Engem csak hozzáadtak az egészhez. Legvégül a cementen a sor, aki egykedvűen csak ennyit mond. Én ott sem voltam. 2 óvodás beszélget. Én egy kis autót kérek a születésnapomra. És te mit kérsz? Tampont. Hát az meg micsoda? Nem tudom, de lehet vele síelni, teniszezni, és úszni is. Bölcs mondások. A mazsola csak egy rémült arcú szőlőszem. A gyilkosság a kritika szélsőséges formája. A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas. Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, hogy melyik felét. A chili szósz határozott fellépésű ketchup. A dög a rivális hölgy beceneve. A kémia ugyanaz, mint a fizika, csak büdösebb. Az irónia nem más, mint a szellemes emberek gorombáskodása. A szálka a hal bosszúja. Az álmokfutás a jövő tömegsportja. Ki szerint miért nem ment át a csirke az úton? Arisztotelész. Ilyen a csirkék természete, átmennek az úton. Saddam Hussein, ez példanélküli provokáció. Így feljogosítva érezzük magunkat, hogy 50 tonna ideggáz dobjunk a csirkére. Robert De Niro, ez kurvára át akart menni, ez a kibaszott igazság. Ronald Reagan, elfelejtettem.
Martin Luther King. Már látom azt a világot, ahol minden csirke szabadon átmehet az úton anélkül, hogy célját fel kellene fednie. Nixon elnök. A csirke nem ment át az úton. Ismétlem, a csirke nem ment át az úton. Freud. A puszta tény, hogy ennyire érdekel, miért ment át a csirke a túloldalra, elfojtott szexuális bizonytalanságodat tárja fel. Bill Gates. Most fejeztük be az új csirke Office 2000-et, amely nem csak átmegy a túloldalra, de tojást tojik, nyilván tartja fontos iratait, és kezeli a könyvelését. Bill Clinton. Fontos bejelentésem van, és megismétlem, hogy biztosan megértsék, nem volt szexuális kapcsolatom ezzel a csirkével, nem volt. Darwin. A csirkék évmilliók alatt természetes kiválasztódás útján oly módon fejlődtek, amely felruházza őket a túloldalra való átkelés képességével. Einstein, hogy most a csirke kelt át a túloldalra, vagy az út mozdult el a csirke alatt, ez viszonyítási pont kérdése. Egy öreg ember üldögél egy padon, odaül mellé egy pank csávó a szivárvány színeiben játszó tarajos hajával. Az öreg csak bámul rá, végül a pank nem bírja tovább és megkérdezi. Mi van, tata? Még sosem csinált semmi vadat életében? Dehogy, fiam, egyszer úgy berúgtam, hogy megkeféltem egy papagájt. Pont ezen gondolkodtam, hogy nem te vagy-e a fiam? A nagypapa meséli az unokáinak. Nekem egyszer a zene mentette meg az életemet. És hogyan, nagypapa? Még az 1960-as nagy árvíz idején történt, jött a víz. Aztán elöntötte a házunkat, már majdnem megfulladtunk, amikor mentő ötletem támadt. Felfordítottam az ebédlőasztalt, ráültettem a nagymamátokat, és ő szépen kiúszott rajta az ablakon, ahol aztán felvette egy mentőcsónak. De nagypapa, hol volt itt a zene? Hát tudod, én meg zongorán kísértem a nagyit. Mama, most, hogy 16 éves vagyok, használhatok szemfestéket, rúst, alapozót, púdert, és felvehetek miniszoknyát és magas sarkú cipőt? Azt hiszem nem, Pistike. Apuka nyakába veszi a kislányát, de amikor a gyerek már jó ideje az apja haját húzogatja, az rászól. Kislányom, hagyd már abba, fáj, ha húzod a hajam. Jó, akkor nem keresem tovább a rágógumimat. Egy nő bemegy a kisállatkereskedésbe. Tudnak nekem adni 1000 darab csótányt? Hölgyem, sajnos csótányokkal nem foglalkozunk, de egyébként is, mit akar csinálni ennyi csótánnyal? Tudja, felmondták az albérletemet, és a tulajdonos az azt mondta, hogy hozzam eredeti állapotára a lakást. Egy férfi fürödni készül a tengerben, a Nílus torkolatánál. Levetkőzik, de azért a biztonság kedvéért megkérdezi egy helyi bámészkodótól. Mondja, nincsenek itt cápák? Nincsenek. Emberünk már éppen beugran, amikor a biztonság kedvéért újra megkérdezi. Ugye egész biztosan nincsenek itt cápák? Persze, hogy nincsenek. Félnek a krokodiloktól. Köszönöm szépen a figyelmet, jó pihenést kívánok!